Hello mindenkinek, Rezsekt vagyok. Már megint véget ért egy hét, ami azt is jelenti, hogy eljött az ideje a következő Miért Néz résznek, és az elmúlt pár napban pótoltam egy olyan alkotást, ami nem csak nekem, de ahogy elnézem, nagyon sokaknak kimaradt, úgymond elrepült a radar alatt, ugyanis egy Netflix originál animéről van szó, azok meg hát az esetek többségében nem kapnak akkora figyelmet, mint a többi szezonálisan futó alkotás, annak ellenére, hogy minőségben nem maradnak alul, sőt, szerintem kifejezetten jók is tudnak lenni úgy általában, de nem másról beszélek, mint arról a bizonyos Great Pretender című animéről. Én személy szerint egy nagyon nyugodt ember vagyok úgy általában, és vajmi kevés dolog tud engem kihozni a sodromból, azonban egyik ezen kevés dolgoknak az, amikor valaki hamisan meggyanúsít engem valami olyan dologgal, amit én tudok a legjobban, hogy nem csináltam. Nem tudom miért, de ezt mindig is kifejezetten irritálónak találtam, talán a messze túl őszinte jellemem miatt, azonban hála a jó égnek ezzel túl sokszor nem szembesültem az eddigi életem során, mindössze egy-kettőször azonban van egy csomó ember, aki egyáltalán nem olyan szerencsés ezen a téren, mint én. Manapság mindennapos dolog az, hogy valakit felültetnek, bűnbakot csinálnak belőle, vagy csak szimplán a hírnevét romba döntik egy olyan dologgal, ami szemenszedett hazugság, és ha már egyszer a tömeg elkönyvelt téged rossz embernek, csalónak, akkor bizony már nincsen kiút, még akkor sem, ha hivatalos eljárások során bizonyították ennek a szöges ellentétét. Mondjuk ezen eseteken belül is az egyik legkellemetlenebb az, amikor az embernek valamelyik szülője keveredik bele illegális dolgokba és dugják rácsok mögé, a gyermek egész életében meg lesz bélyegezve, mint egy bűnöző kölyke. Egyfolytában mondogatni fogja rá mindenki, hogy az alma nem esik messze a fájától, biztosan a gyerek is előbb-utóbb rossz útra tér, de pont ez az idióta hozzáállás az, ami kihozza az ilyen emberekből az állatot, hogy hasonló hibát vétsenek, mint a felmenőik. Csalónak hívnak, elkönyveltek bűnözőnek, annak ellenére, hogy ártatlan vagyok, senki nem próbál megérteni, ezek azok a gondolatok, amik képesek egy embert akár még az öngyilkosságba is kergetni, ám nem mindenki reagál az ilyen gyanúsítgatásokra depresszióval, van, aki egy darabig csak hallgat és tűr, nyel és nyel, majd egyszer csak elszakad az utolsó idegszála és azt mondja, hogy tudjátok mit? Ha annyira azt hajtogatjátok, hogy milyen rossz vagyok, annak ellenére, hogy ártatlan vagyok, akkor inkább fogom, és tényleg olyan utolsó rohadék leszek, amilyennek ti akartok engem látni. Ebben a szituációban körülbelül ez a legkevésbé logikus döntés, azonban amikor kirobban belőlünk a düh, nos akkor nem igazán van olyan, hogy józan ész, és pontosan így tudnak olyanná válni a normális emberek is, amilyennek elkönyveli őket a társadalom. A mai alkotásunk főszereplője is pontosan ezen esett át, ezáltal válva az egyik legnagyobb rohadék csalóvá, de mindeközben az egyik legrokonszenvesebb, valamint a legemberibb szereplővé is, akit hosszú ideje a képernyőmön láttam, és az ő szemszögéből nézve innen indul a mai animénk, a Great Pretender. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy japán srác, Edamura Makoto, aki Japánban tengette az életét PTNR csalóként, az előbb említett háttértörténete miatt azonban egy nap olyan turistával kezd ki, aki azonnal szembesíti őt azzal a ténnyel, hogy ő, Makoto, mindössze nagy hal egy kis tóban. Ezután nem sokkal utoléri őt a rendőrség, és úgy dönt, nincs más választása, mint hogy menekülnie kell Japánból, így pedig az újonnan szerzett ismerősére, a profi csalóra támaszkodik, és vele együtt elhagyja a szülő hazáját Los Angeles irányába. De vajon mi fog történni ezután Makotóval? Ki a fene is ez a szőke szélhámos férfi, aki mellé útitásnak szegült? Nos, ezek a kérdések azonnal felvetőnek, de egyszerűen az anime nem hagy gondolkodási időt. Folyamatosan történik valami, egyfolytában váratlan fordulatot vesz a cselekmény, és főleg az első nagyobb fejezete ennek az alkotásnak az, aminél egy totális agyfaszt kapsz. Teljesen összezavar folyamatosan az anime első negyede, és minél inkább azt hiszed, hogy már érted, mi folyik itt, nos a következő részben annál inkább fogod majd a fejedet, hogy mi a Mondjuk ez nem csak az anime elejére igaz, hanem úgy összességében a többi részére is, de nekem személy szerint az első 4-5 rész volt az, ami különösen nagyot ütött. Tudjátok, van ez a film, aminek itthon Magyarországon az a címe, hogy Szemfényvesztők. Na képzeljétek el ezt a filmet, csak animében is, kétszer jobban kivitelezve, valamint átgondolva, trükkök nélkül. Dióhéjban talán így tudnám leírni a Great Pretendert, egy nemzetközi társaságról szól, a Confidence-ről, akik a csalók legjobbjai, és együttműködve abszurd pénzeket szakítanak gazdag rohadékoktól. Azonban egyetlen csúszás.
egyetlen aprócska elszámolt lépés, és nagyon csúnya véget érhet a történet. Egyféle modern Robin Hood szerűségek amúgy, attól eltekintve, hogy többnyire maguknak tartják meg a szajrét, és ez nem egy hú de eredeti alapkoncepció, azért egy párszor hasonlót már láttam, csak nem ennyire jól megírt karakterekkel, valamint történettel. A főszereplő Adamura Makoto múltjáról már beszéltem, amúgy ő egy nagyon őszinte és rendes srác alapjáraton, ám ijesztően tehetséges, ha mások átveréséről van szó. Pont a nyitott és szimpatikus hozzáállása az, ami miatt nagyon könnyen megbíznak benne az emberek, és ezzel kegyetlen módon vissza is tud élni, ha akar, azonban ha már nagyon penge élen táncol, hajlamos bepánikolni, illetve Makoto annak ellenére, hogy csaló, messze túl naív. Ahhoz egyszerűen nincsen hozzászokva, amikor visszanyal a fagyi, amikor őt verik át. A másik főbb szereplőnk, a már említett jóképű szőkehajú férfi, Thierry Lauren, na ő tipikusan az a fajta szereplő, akin a legvégéig nem tudunk teljesen kiigazodni, összességében rokon szenves, legalábbis én egyszerűen képtelen voltam őt nem szeretni, rendszeresen átver mindenkit, még a saját társait is, csak és kizárólag önnön szórakozása véget, iszonyatosan intelligens ember, rengeteg nyelvet beszél profi szinten, és ő mondhatni a tanára lesz a főszereplőnknek. Lauren és Makoto mellett pedig még van kettő főbb szereplőnk, akiknek a feloldásához szükségem lesz a bankkártya számodra, a lejárati dátumára és a háromjegyű számra a kártya túloldalára. Jó, csak vicceltem, nem akarom őket elszpoilerezni, jó? Mert akkor fele akkorát fog csak ütni az első négy része az animének, szóval róluk sajna nem beszélhetek konkrétan, nagy években viszont annyit mondok mindkettőjükről, hogy ők is legalább annyira emberiek és szerethetőek, mint az eddigi két karakter, valamint mind a négyüknek megkapik a háttér történetét, hogy miért álltak szélhámosnak, confidence mennek, és kivétel nélkül mindegyiküknek eléggé elcseszett élete volt. Tehát a főszereplő karakterek nagyon jól vannak megírva, iszonyatosan reálisnak hatnak, a kémiájuk is zseniális, és amúgy a rossz fiúk is el vannak találva, bár ha volt egy kivetni való ezen a téren, akkor az kell, hogy legyen, hogy egy picit túl simán megy időnként az átvágás, főleg az anime végkifejleténél szaladtak fel a szemöldökeim, úgy egészen a Neptunusig, mert volt egy olyan fordulat, ami egyszerűen már túl sok volt, és ezen felül semmi értelme. Minél többet gondolkodtam rajta, annál inkább azt éreztem, hogy ezen jobb, hogyha inkább nem gondolkodok, ami azért fura, mert az anime első három árkján kedvemre gondolkozhattam, és ott 90%-ban minden értelmet nyert, szinte semmi kivetni valót nem találtam azoknál a részeknél, erre az utolsó árk mindet letolva zárta le az animét, ebből kifolyólag pedig eléggé vegyes érzelmeim voltak, szóval többnyire inkább csak azt ajánlom, hogy kapcsold ki az agyadat és élvezd az érzelmi hullám vasutat, lehetséges, hogy csak én értelmeztem félre azt, hogy az anime komolyan el akart engem gondolkodtatni, én nem tudom, de emiatt sajna bekapcsolva maradt az agyam. Ja, és volt még egy rész, ami picit fura volt a történetben, a harmadik árk, ami Franciaországban játszódik, ott egy pár részen keresztül ugrálunk kettő idősík között, azonban egyáltalán nem érezteti ezt az anime sehol sem, ami lehet, hogy szándékos volt, csak hogy feldobják az amúgy lassabban induló történeti ívet ott, de ettől függetlenül ezt meg akartam említeni, hogy ott is van egy icike-picike furaság, ami egyáltalán nem magától értetődő. A Great Pretender ütemezése viszont makulátlan. Bár vannak lassabb részek, azok mindig okkal vesznek vissza a lendületből, egyfolytában elég időt kapnak a szereplők ahhoz, hogy igazán át tudjuk érezni a szituációikat, hogy megértsük a motivációikat, meg úgy összességében a történet nagyon érzékien bontakozik ki az összes nagyobb fejezetben, érezni azt, hogy az író sok időt és energiát fektetett bele a sztori kitalálásába, szóval erre a részre panaszom nincsen, az animének vége is van, illetve ott hagyja a potenciát az utolsó rész, hogy folytatás esedékes lehet, amit mindig örömmel fogadok, meg amúgy még egy dolgot meg kell említenem, az anime humorát. Többször visítottam a röhögéstől, úgy rendesen volt, hogy a szituáció vagy a fordulat abszurdsága miatt, de arra is volt példa, hogy szimplán csak nagyon jó poént lőtt el az anime, egyfolytában próbál változatos maradni ez az alkotás, és a komolyabb részeket gyakorta kiszínezi egy jó viccel, ameddig legalábbis belefér a keretbe, azért amikor nagyon komoly lelkizés megy, senki nem fog poénkodni, szóval a megfelelő pillanatokban komolyan is veszi magát. A Great Pretender amúgy itt játszódik a Földön, ezért világterén túl sok bemutatni valóm nincsen, egy csomó valós és híres helyszín felbukkan benne, amit tök jó volt látni, mondjuk amit kifejezetten szerettem, az a nyelvek közötti eltérés szemléltetése volt. Időnként kicsit furá jön le az egész, mert 70%-ban angolul beszélnek az anime alatt papíron a karakterek, és eleinte még az angol nyelv az tényleg angol, még a japán szinkronosban is, aztán amikor Los Angelesbe érnek, ott kapunk egy kiírást, hogy innentől kezdve, ha japánul beszélnek, az English lesz, de Franciaországban egy csomószor franciául szólalnak meg a karakterek, Kínában kínaiul, és úgy 90%-ban jól el van találva a nyelvek közötti különbség érzete, azért akad egy-kettő fura pillanat, de még mindig fényévekkel a villáncszag előtt jár ezen a téren. Még mindig kísértenek azok a pillanatok, amikor két japán beszélő szinkronszínész olyan karaktereket alakítanak, akik nem értik meg, hogy a másik mit mond. Hú, de nagyon fura volt.
Na de a Great Pretenderhez visszakanyarodva, lassacskán térjünk rá a vizuális részre. Ezért az alkotásért a Wit Studio felelt. Tudjátok, az a stúdió, akik a Shingeki no Kyojin szériát keltették életre, eltekintve a lezáró évattól, de ők csinálták az említett Villánc Saga anime adaptációját is, valamint a Mahou Tsukai no Yomeiért is ők feleltek, és ez már három baromi jó alkotás. Az elmúlt kb. 10 évben ez a stúdió rendszeresen valami olyan projektbe fogott bele, ami nagyot szólt, és a legutóbbi művük, legalábbis a videó kiadásának időpontjában, a mai animénk a Great Pretender. Ami annak ellenére, hogy nem adaptáció, továbbra is hozza a stúdió szokásos színvonalát, a vizuális rész konkrétan az anime talán legerősebb pontja. Amellett, hogy egyszerűen mindig igényesen néz ki kivétel nélkül, még azt is meg kell jegyeznem, hogy baromi stílusos. A karakterdizájnok, a színhasználat egyszerűen kimaxolták a szem számára az élményt, illetve ezen felül olyan mennyiségű Cowboy Bebop meg Samurai Champloo beütése van, mint hogyha Watanabe Shinichirótól jönne, pedig elvileg nem. Ahogy utána néztem, neki semmi köze nem volt ez az alkotás, amit egyszerűen nem tudok elhinni. A karakterek személyisége, a történet felépítése, ez mind annyira rával, hogy egyszerűen olyan nehezemre esik elhinni azt, hogy semmilyen módon nem volt benne a munkálatokban, hogy az már abszurd. Na de kicsit eltértem a lényektől, jöjjenek a zenék! A Great Pretender komponálója az a bizonyos Yutaka Yamada volt, tudjátok, aki a Villánc Saga zenéjéért is felelt meg, ugye a komplett Tokyo Ghoul széria zeneszerzője is ő volt, utóbbinak pedig a soundtrackje volt talán a legjobb része, máig visszahallgatom rendszeresen a Lichtung Chattent, ez az ember baromi jó zenéket tud komponálni, és ami nálam egy brutál nagy pluszpont volt, az a Cowboy Bebop-szerű opening. Nem tudom, miért tartotta ezt jó ötletnek, de úgy telibe fejelte a nosztalgia gombomat, hogy egyszer sem bírtam kihagyni az openinget. Ezen felül rengeteg olyan zenéje van ennek az alkotásnak, ami nem is komplett aláfestő zene, hanem egy rendes szám, és ezzel valami teljesen más feelinget ad az animének, amit én személy szerint megszoktam. Általában egy animében maximum az opening is csak a végső összecsapás alatt szokott megszólalni a hype megteremtése érdekében, itt azonban egy csomó original soundtrack van, ami direkt egyetlen jelenetért készült, és csak és kizárólag ott csendül fel, az ilyen dalok pedig mindig egy különleges élményé válnak számomra, még akkor is, ha nem okvetlenül az én stílusomat képviselik, szóval a zenei része is a Great Pretendernek great. Egy nagy rakás számomra emlékezetes zenével bővült a lejátszási listán, bár ettől függetlenül még nem hívnám őket önmagukban mesterműveknek, inkább az érzelmi kötődésem miatt szerettem meg ennek az animének a számait, ez a rész pedig ugye ismét a karakterekre és a történetre vezethető vissza. Ja, és amúgy egy kis extra érdekesség. Ezen alkotásnak az endingjét nem más, mint Freddie Mercury énekli. Mármint az a Freddie Mercury. Tudjátok, a Queen énekese Isten nyugasztalja, egészen pontosan a The Great Pretender című dala az ending ennek az alkotásnak, ami eléggé magától értetődő, elvégre kis hián ez a címe az animének, de ez akkor is váratlanul ért. Olyan igazi övön aluli csapás volt meghallani egy ilyen régi dalt egy vadonatúj 2020-as tavaszi szezonban futott animében, hogy csak úgy pislogtam. Na de, ha szereted a bűnügyi alkotásokat, amik az alvilággal foglalkoznak bizonyos szinten, azonban mindennek ellenére egy könnyedebb és felszabadultabb hangnemmel csinálják azt, amennyiben szereted a bombajó humort, a rejtélyekkel tel is tele tűzdett történeti íveket, amik rendszeresen összezavarnak, ha oda vagy a jó humorérzékért, az izgalmas és érdekes karakterekért, akikre ráunni gyakorlatilag lehetetlen, mindezt társítva egy nagyon stílusos képi, valamint hangi világgal, na akkor nincs okot tovább keresgélni, ugyanis ezen okok véget éri meg megnézni a Great Pretender című animét. Miért? Hogy? Mi a fészkes fene lehet az oka annak, hogy ez az anime tized annyi figyelmet nem kap, mint amennyit megérdemelne? Mármint oké, Netflix originál és nem szezonális animeként lett kiadva, hanem onaként, azaz Japánban sem közvetítették, de az ilyen annyira tud fájni nekem, amikor egy tényleg jó alkotás szinte semmi figyelmet nem kap. Már csak ezért is kötelességemnek éreztem azt, hogy erről ajánlót kell csinálnom. Na de, ha az áradozásom közepette meghoztam a kedvelet a Great Pretender című animéhez, akkor jó szórakozást kívánok hozzá!